Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás mit gondol, mi a terve? Hogy érzi magát? Mit fog tenni? Az ő következő lépése. Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata, hogy gondol rád, mi az ő terve. Itt látható ez a csillagkép. Tehát jó gondolatai vannak, megvan a bizalom, megvan a hit, hisz abban, hogy minden jóra fordul, hogy mindig úgy alakulnak a dolgok, ahogy itt a csillagképekben ez meg van írva. Ez a kártya jelenthet egy spirituális területet is, lehet, hogy megvan részéről ez az érdeklődés. A második kérdés úgy hangzott, hogy hogyan érzi magát. Az itt látható, és itt igazságról, vagy igazságtalanságokról van szó. Lehet, hogy ő befekteti az erejét, és harcol az igazságért, mert így érzi magát, hogy ez fontos. Az is lehet, hogy valaki megbántotta őt, és igazságtalanságok történtek az életében, vagy az is lehet, hogy ő bántott meg téged, és ő érzi, ez nem volt így rendben, bocsánatot akar kérni. Ez a kép azt is jelentheti, hogy van nála egy bírósági ügy, amit rendezni kell, és bizony érzi, hogy itt van most egy feladat. A harmadik kérdés úgy hangzott, hogy mit fog tenni. Az ő következő lépését itt látjuk ezen a kártyán. Itt a kelyhek jelentik az érzelmeket. Ez a kép utal az álmokra, a vágyakra. Ha megvan a hit, ha megvan a bizalom, akkor ez az álom megvalósul. Viszont ha nem hisztek benne, mert úgy gondoljátok, ebből úgysem lesz semmi, akkor ez a kártya mutatja ezt az illúziót, ami csalódásokhoz vezet, tehát ügyelj te is a gondolataidra és az érzelmeidre. Mi köt össze benneteket? Ez itt látható ezen a csokis kártyán, és ez azt jelenti, hogy kívánj valamit, mert ez a kívánság megvalósul. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, tenderrá!